A városban sétálva érdemes néha felfelé is tekinteni, hiszen az épületek tele vannak szépségekkel, érdekességekkel. Éppen ezért gyakran szervez a Turinform iroda olyan városismereti sétát, melynek során a sarokerkélyek rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. Mi nem csak királyi koronázó székváros vagyunk, szoktam mondani, hanem a sarokerkélyek városa. Mert hogy 29-et számoltam meg. 29, most a legszebbek, amik itt vannak a belvárosban, azokat szeretnénk körbejárni. Hát ezek nagyon-nagyon szép dolgok. Nagyon szépen fel is van újítva, mindegyiknek van külön története, és nagyon-nagyon szeretik. A sarokerkélyek az évszázadok során jellegzetes motívumaivá váltak a magyar városoknak, különösen Székesfehérvárnak. Fontos szerepük volt, hiszen jelentősen felgyorsították a városi pletykák terjedését, ugyanis nézelődő, otthonülő vénlányok és unatkozó feleségek remekül belátták az egész utcát. Ezekről a történetekről hallhattak szombaton a belvárosban azok, akik részt vettek a túrán. Jobb szituált családnál a férje megengedte, hogy az asszonynak csinál egy feleségének egy sarokerkélyt, ha ő elmegy dolgozni, akkor ne unatkozom a felesége. Kicsit kávézgat, kártyázgat, kézimunkázik, és akkor ez ilyen nagyon-nagyon elfogadott mellett, aki megengedhette magának az építetés, és nagyon-nagyon szépek, nagyon hangulatosak, és ugye hát úgy is csúfolták, hogy a pletyka a erkély. Mindegyik erkélynek egyedi, a házban egykor lakó családra jellemző díszítése van, éppen ezért mindegyik más, minden napszakban más arcukat mutatják. A sétán résztvevők megcsodálhatták többek között a Jókai utcai, Megyeház utcai erkélyeket, de a Vármegyeháza és a Hímer ház különleges építményeit is.